Nem csak Magyarországot, a világban zajló politikai folyamatokat is elemezte Tusnád fürdői beszédében Orbán Viktor. Ukrajnáról azt mondta, távolodni szeretne Oroszországtól, de hiába. Elszakadnak az orosz övezettől, közelebb kerülnek, talán be is lépnek a NATO-ba, az Európai Unióba, és fölépítik modern Ukrajnát. NATO-tagságot nem látok, Európai Uniós tagság realitása szinte zéró, és az új ukrán államhelyet jelen pillanatban egy adósabb szolgaság felé sodródó ukrán gazdaságot látok. A miniszterelnök lesújtó véleménye nem maradt vízhang nélkül. Kijevben most csütörtökön bekérették a magyar nagykövetet, mert az ukrán kormány Orbán Viktor nyilatkozatát barátságtalannak tartja. Az ukrán kormány egyben tiltakozott amiatt is, hogy a képen látható Grezsa Istvánt Kárpátalja fejlesztéséért is felelős miniszteri biztossá nevezték ki. Az ukrán külügyminiszter helyettes tegnap már azt közölte, Ukrajna kész megtagadni a belépést a miniszteri biztostól, ha a magyar kormány nem magyarázza meg, miért hozta létre a tisztséget. A két ország közötti viszony még tavaly az ukrán nyelvtörvény elfogadásakor mérgesedett el. Szijjártó Péter akkor, idézem, szégyen gyalázatnak nevezte, hogy az ukrán elnök aláírta a jogszabályt. Poroshenko elnök eddig európai Ukrajnáról beszélt, de ezt gyakorlatilag innentől kezdve el is felejtheti. A magyar kormány ezután közölte azt is, mindaddig meg fogja vétózni Ukrajna NATO csatlakozását, amíg nem biztosítják, hogy a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelvükön tanulhassanak az iskolában. Grezsa István esetleges kitiltására pedig most azt válaszolták, Ukrajna ellenséget lát abban, akitől a segítséget kapja, mert a biztos eddig is ezen a területen dolgozott. Az MSZP szerint meg kell védeni a magyar érdekeket, de harcias nyilatkozatok helyett tárgyalni kellene. A világháborút megelőző időszakra emlékeztet az a kommunikációs stílus, amit képvisel a magyar kormányzat, de ennek nem lesz jó vége, mert eredményt nem lehet vele elérni, csak konfliktusokat generálni. A két ország külügyminisztere egyébként az elmúlt időszakban többször is tárgyalt egymással, de a lényegi kérdésekben nem jutottak dűlőre.